A Kárpát Express mai első állomása a felvidéki Szepsi, ahol a Boldog Salkaházi Sára magyar tannyelvű iskola karácsonyi ünnepségén veszünk részt. Következő megállónk Székelyföld. Bepillantást nyerhetnek abba, hogy mit őriztek meg a székelyek a karácsonyi népszokásokból. Innen Kárpátaljára megyünk tovább, ahol részesei lehetnek a betlehemi lánd megérkezésének. Mai útunkat délvidéken fejezzük be, a helyiek fényláncot gyújtottak a magyarság megmaradásáért az év leghosszabb éjszakáján. Első karácsonyi műsorát tartott a Szepsiben az idei iskolaévben megalakult Boldog Salkaházi Sára magyar tannyelvű óvoda, alapiskola és gimnázium. A helyi kultúrház zsúfolásig megtelt a kíváncsi szülőkkel, nagyszülőkkel, akik izgatottan várták a gyerekek előadását. A legjobb befektetés a gyermek, és nem akármilyen gyermek. Ugye ma azt mondják, hogy milyen jövőt hagyunk a gyermekünkre, milyen világot. Nagy kérdés, persze ez is igaz, hogy milyen világot, de milyen gyermeket hagyunk a világunknak. Ez sokkal izgalmasabb kérdés, és én örülök annak, hogy népünk, legalábbis egy maroknyi része megértette. Nem mindegy az, hogy milyen gyermekeket hagyunk ennek a szülőföldnek. A színpadon egy ismerős tanmese elevenedett meg. Lajos apó, a magányosan élő cipészmester Jézus érkezését várta. Adjon Isten, Lajos apó! Adjon Isten, kedves szomszéd! A Szepsi Egyházi Tanintézmény a keresztényi, családi, emberi értékeken nyugvó alapokra épít. Az iskola pedagógusai remélik, hogy azok a szülők, akik még kivárnak, vagy bizonytalankodnak az iskola létjogosultságát, esetleg színvonalát illetően, hamarosan rájönnek, hogy ez a helyes út. Kicsi apró dolgokban keresünk az örökkévalóságot, figyelmesebbek tudunk lenni egymással, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb küldetés ennek az egyházi iskolának ebben a globalizációs árhullámban, amiben manapság élünk, mi nem szeretnénk ennek a globalizációnak a része lenni. Nekünk tiszta elképzelésünk van, tehát a keresztény hit, a magyarság megtartása, és akár az árhullámmal dacolva is, azzal szemben úszva szeretnénk ezt az örökséget, amit ősapáink, szüleink, nagyszüleink ránk hagytak továbbvinni, és átadni gyermekeinknek. Az est végén a diákok elénekelték a Fényességben című, néhány évvel ezelőtt készült videóklipben hallható dalt, ezzel kívánva áldott karácsonyt a Kárpát-medence összmagyarságának. Tartsanak velünk, hiszen nem sokára Székelyföldre kalauzoljuk Önöket, ahol megismerhetik a még ma is élő karácsonyi népszokásokat.